Szerencsen az egykor szebb napokat is megélt szivattyúgyár egyik épületében bérelt helységben foglalkoztat, megváltozott munkaképességű embereket egy halmai székhelyű vállalkozás. Korábban a város központjában, az úgynevezett R épületben még 2003-ban a Juvita rehabilitációs és foglalkoztatási KHT részlegeként kezdte meg működését az üzem, majd miután az ingatlant az önkormányzat kijelölte értékesítésre, átköltözött a Jelenlegi helyére, ahol 40-en, 50-en pelenkák válogatásából, hajtogatásából és csomagolásából jutnak kiegészítő jövedelemhez. A napokban elterjedt a hír, hogy az idén, június 25-ével megszűnik az üzem, a tulajdonos más községben kívánja folytatni a tevékenységet, ami már meg nem erősített információink szerint a Szigszói Munkaügyi Központ körzetéhez tartozik. Ha ilyen döntés születik, akkor szerencsén ismét csökken a foglalkoztatottak aránya, ezáltal gyarapodhat a mindennapi megélhetését küzdők száma. A Szerencsi István Gimnáziumban a rendőrséggel együttműködve 15 évvel ezelőtt indították útjára a rendészeti képzést, ami népszerű a pályát választó fiatalok körében. A diákok a szokásos gimnáziumi tantárgyak mellett jogi ismereteket tanulnak, jártasságot szereznek az önvédelmi sportban, bepillantást nyernek a rendőri munka mindennapi rejtelmeibe. A Borsodabói Zemplén megyei rendőrfőkapitányság folyamatosan figyelemmel kíséri a tagozaton folyó magas színvonalú munkát, köszönetet mond a sikeres együttműködésért, az eredményes pályára irányításért. Az idén a rendőrség napján Vereckei Csaba, megyei rendőrfőkapitány a belügyi rendvédelmi képzés terén kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként oklevelet és tárgyutalmat adományozott Gál Andrásnak a Szerencsi Bocskai István gimnázium és közgazdasági szakközépiskola főigazgatójának. Az elmúlt év terén kezdődött el szerencsén a Kossuth tér átalakítása, amikor az öreg fákat alaposan legaljazták, mivel a szakértő baleset veszélyesnek nyilvánította a koronájukat. Bár akkor az is elhangzott, hogy tavaszra már lombot eresztenek a növények, azonban erre még várni kell egy kicsit. Lehet, hogy az elmúlt hetekben elültetett csemeték hamarabb adnak majd hűs árnyékot, mint a megcsonkított növények. A Városgazda Nonprofit Kft. költségvetéséből látott hozzá idén a tér rendezéséhez. Beton, járdák, térkövek, padok és hulladékgyűjtők kerültek a kosút térre, majd ennyári virágokat ültettek az ágyásokba. A munka túloldalon a római katolikus parókia előtt folytatódik, ahol a gyalogosok által használt ösvényre kerülnek majd járólapok. Bár a Városközpont átépítésére elnyert, majd visszaadott pályázat más terveket tartalmazott, azonban így mégiscsak történt valami a város szívében. A város lakói most abban reménykednek, ha végeznek majd itt a munkával a dolgozók, akkor hozzálátnak a település útjainak a kátyúzásához, amelyeken lassan már járművel nem lehet közlekedni a tátongó lyukak miatt nem is szólva a baleset veszélyes helyzetekről, no meg a fotóművekben keletkezett károkról. A tehetségnyitogató műhelyben résztvevő gyerekek néptáncgála keretén belül mutatták be az idei tanévben megszerzett ismereteiket május 12-én. A gyárkerti óvodában megrendezett délutáni programon a szülők izgalommal figyelték a csöpségek zenei és táncos tevékenységét. A néptánc gálán a jelenlévő anyukák és apukák komplex képet kaptak gyerekeik mozgásának és tanulási képességeinek fejlődéséről. A pedagógusok szerint szükség van kisgyermekkorban a néptáncra, mivel a foglalkozásokon a kicsik a táncokon keresztül megismerik a magyar nép hagyományait, kultúráját, illetve táncait. A 23. Miskolci Kamarokórus találkozó szerencsi hangversenyét öt dalos közösség részvételével rendezték meg május 12-én a Rákóczi Vár Színház termében. A Szerencsi Általános Művelődési Központ, Szerencsváros Önkormányzata, valamint a Miskolci Kórusfesztivál Alapítvány által szervezett programon Konferenc köszöntötte az énekkarokat és az érdeklődőket. A város polgármestere örömét helyezte ki, hogy hosszú évek óta szerencs adhat otthont a rendezvénynek. Az eseményen a Szerencsi Férfikar, a Hegyalja Pedagógus Kórus, a Bolyai János Általános Iskola Énekkara, a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola Énekkara, valamint a Nyíregyházi Harmónia kamarakórus lépett fel a 23. Miskolci Kamarokórus találkozón szerencsén. A Szerencsi Bocska István gimnázium tanulói május 17-én emlékeztek meg a Madarak és Fák világnapjáról. Takács Tímea előadásában többek között kiemelte, hogy az 1800-as évek végétől pusztult az erdő, mező, melynek hatására az európai államok 1902. március 19-én egyezményt kötöttek a mezőgazdaságban hasznos madarak védelméről. A pedagógus szólt arról, hogy Csernel István magyar ornitológus kezdeményezte, hogy az esztendő egy napján az óvodákban és iskolákban is emlékezzenek meg a növény és állatvilág, illetve a környezet védelmének fontosságáról. Több kultúrában úgy vélik, hogy a madarak repülőképességük révén összekötik a földön élők és a mennybe költözötteket. Hangsúlyozta Takás Témea a, a Bocskéstván gimnáziumban a Madarak és Fák napján. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Békés megyei pénzügyőrei és adóellenőrei közös akciót hajtottak végre május 13-án a vásárlókat megtévesztő hamisítványok kiszűrésére. A piszkos 12 akcióban 34 pénzügyőr és 7 adóellenőr vett részt, akik egyszerre 12 helyszínen ellenőrizték az árusokat. A pénzügyőrök néhány óra leforgása alatt nyolc helyen találtak, közismert világmárka jelzésével ellátott mosóport és öblítőt kiskereskedelmi egységekben, egyéb üzlethelyiségek, garázsok, tehergépjárművek, illetve személygépjárművek ellenőrzésekor az összesen mintegy 551000 kg ruha mosásához elegendő 11640 kg hamis mosóport valamint 2934 liter hamis öblítőt a pénzügyőrök lefoglalták ennek a mennyiségnek a piaci értéke megközelítőleg 6,5 millió forint Négy esetben szabálysértési eljárás indult, négy esetben pedig feljelentés alapján a NAV pénzügyi nyomozói indítottak eljárást áru hamis megjelölése bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. fürkésző tekintetek, örömkönnyek és hosszúra nyúlt örelések jellemezték az 50 éves jubileumi osztálytalálkozót május 12-én délután szerencsén. A Hunyadi János Általános Iskola előtti parkban gyülekeztek az 1962-ben érettségizett osztályközösség diákjai. A beszélgetések során az egykori diákok felidézték a gimnáziumban töltött szép időszakot, diákcsínyeket, valamint a közös programokat. Az 1962-ben végzett osztály hajdani 18 végzős tanulója újra megélt diákkori emlékekkel és régi barátokkal távozott a fél évszázados találkozóról. A szerencsi Bója János általános iskola alsó tagozatos diákjai tiéd a vár elnevezésű program keretében ismerkedtek május 10-én a Rákóczi várral és történetével. A diákok a Szerencsi Általános Művelődési Központ munkatársai segítségével végigjárták az épületet, a színház és a házasságkötő termet, ahol utóbbinál kihasználva az alkalmat, kettő jegyes pár azonnal házasságot is kötött. A történelmi falak között az érdeklődő diákokról középkori paraván mögött készítettek fotót a Szerencsi Rákóczi várban. Az erdőbényei Fekete Albert és felesége Fekete Noémi, akiknek szüleik, nagyszüleik is magyar állampolgárok voltak, május 10 tettek esküt, és immár hivatalosan ők is magyar állampolgárrá váltak. A családias ünnepen jelen voltak Albert és Noémi hozzátartozói barátai, hogy tanúi legyenek annak, hogy az egyszerűsített honosítási eljárás keretében magyar állampolgárokká válnak, így a jog eszközeivel is összeköti azokat, akik lelkileg közös hagyományaikban, közös nyelvükkel mindig is összetartoztak. A székely és magyar himnuszok elhangzása után mondta el az eskü szövegét az ifjú pár, hogy Magyarországot hazájuknak tekinti, hű állampolgárai lesznek az országnak, az alaptörvényt és a jogszabályokat tiszteletben tartják és megtartják, hazájukat erejükhöz mérten megvédik, képességeiknek megfelelően szolgálják. Ezt követően írták alá a honosítási okiratot az esküttet magyar állampolgárok. Az eseményen Kántor Dezső erdővénye polgármestere köszöntötte a párt, beszédében utalva arra, hogy a honosítással a magyarok évszázados kirekesztettsége szűnik meg, és a magyarsághoz tartozásuk megkérdőjelezhetetlenné válik. Azok, akik a magyar állampolgárság mellett döntöttek, egyértelműen bizonyítják a bennünket körülvevő többségi nemzetek beolvasztási kísérleteinek kudarcát, jelentette ki beszédében a polgármester, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy az állampolgárság felvétele nem csak a múltnak és a múltról szól, a nemzetet nem csak a közös múlt, hanem a közös jövő is összetartja. Mit ér az ember, ha magyar? Tette fel a kérdést a költő, melyre válaszul Kántor Dezső elmondta, hogy magyarnak lenni itt Magyarországon is nehéz. Az ország gazdasága súlyos gondokkal küzd, és ez kihat erdőbénye lakosainak mindennapi életére is. Válságos időket érünk át, amelyben át kell gondolnunk a kitartás, átvészelés, túlélés, hűség, ragaszkodás, lelket szorongató érzelmi viharait. Ezek elviseléséhez a történelmi múlt megismerése ad hitet és energiát. Fogalmazott a polgármester, aki szerint ez a maroknyi nép letelepedvén a Kárpátok ölelő karjaiban az idegen néptenger, történelmi viharok és sorscsapások közepette is megmaradt magyarnak a polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy új otthonuknak erdőbényét választották, hiszen a község az ország egy részét jelenti majd a fiatal párnak, akiknek a születendő gyermekük már magyar állampolgárként lát majd napvilágot. A községben minden megtalálható, ami a magyarokra jellemző. A munka és a család szeretet, más népek megbecsülése, a magyaros vendégszeretet. Kántor Dezső azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy soha ne feledjék el a fiatalok azt az országot, azt az otthont, azt a népet, ahonnan származnak. Sokszor mutat még Erdély felé egy halovány csillag, hol a bércek fején hókorona csillog, és a bércek alján tavaszi pompában virágok nyílnak. Emelte ki köszöntőjében a polgármester, majd elsőként gratulálva Fekete Albert és Fekete Noémi honosításához átadta az erről szóló okiratot, a magyar föld búzájából sütött kenyeret, a közeli szőlőhegyeken megtermelt bort, ami jelképesen az életet is jelenti. Was it? A Szerencsi Több Célú Kistérségi Társulás Tanácsa gyermek néptánc találkozót rendezett május 17-én Mádon. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a helyi óvoda udvara helyett a művelődési ház szolgálta rendezvény helyszínéül, ahová a kicsiket kis vonattal szállították. A művelődési házban 11 település nevelés intézményének csöpségei léptek színpadra az alkalomra készített műsorokkal. A rátkai, megyasszói, tájai, mezőzombori, bekecsi, taktakenézi, taktaharkányi, taktaszadai és mádi csoportok mellett bemutatkoztak a szerencsi gyárkerti óvoda tehetségműhely foglalkozásainak keretében néptáncot tanuló gyerekek. A Mádi óvoda tornatermében rajzkiállítás nyílt, amelyen a több településről érkezett pályamunkákat tekintették meg az érdeklődők. Válasz új szenvedét, válaszd az egészséget. Változatlan szlogennel szervezi meg az idén Szerencsváros önkormányzata, helyi egészségügyi intézményekkel, civil szervezetekkel és gazdálkodó egységekkel közösen május 29 és június 1 -e között a Szerencsi Egészséghetet. A négy napos programsorozat keretében május 29-én Szűcs András mentőtiszt elsősegény bemutatót tart a Bocskai István gimnáziumban. A napsugár óvoda torna termében negyed ötkor Danyi Vince Andrea jogát tart a kicsiknek, majd 17 órától az eszei, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási központban Sándor Csilla Judit tanító, boldog gyermek, boldog család címmel tart előadást. Május 30-án, szerdán 10 órától, Baba-Mama napra várják az anyukákat a fürdő és wellness házba, ahol gyermekruhákból és gondozási kellékekből bőrzét tartanak, de szó lesz a szociális juttatások, várandósok és gyermekes anyáknak, valamint kis Anita életmód tanácsokkal látja el a szülőket. 14 órától a Népházban gyógynövény termékek bemutatóját tartják, majd 15 órától Tupperware bemutató lesz a nagyteremben. A Wellness házban fél háromtól torna és gerinc bemutató várja az érdeklődőket. A szerencsi egészséghéten különböző szűrővizsgálatok vehetők igénybe, a rendelőintézetben és sportolási lehetőségek várják a város lakóit. A program zárása június 1-én 16 órától lesz a Kulcsár Anita sportcsarnokban, ezt követően a különböző vetélkedő eredményhirdetését tartják. Május 4-e a Tűzoltók Védőszentje, Szent Flórián ünnepe. Ebből az alkalomból a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei védelmi igazgatóság rajzversenyt hirdett óvodásoknak és általános iskolásoknak. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai várják a gyerekek tetszőleges technikával készített A4-es méretű alkotásait Magyarország szolgálatában a biztonságért, munkában a katasztrófavédelem témában. Az elkészült pályaműveket legkésőbb, 2012. május 28-án 12 óráig juttassák el a Borsodabói-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra Miskolc Dózsa Györgyú X. Szám alá. A Miskolci Nemzeti Színházban bérlet szünetben május 25-én, 31-én a dzsungel Könyve Musical, 24-én a Nyomorultak Musical kínál kapcsolódást. A Kamara Színházban 26-án a Túlamaszát Hegyen című zenés-mesejátékot, 26-án, 31-én a Portugál című színművet játszák. A játékszín kínálatában 24-én, 25-én a Prax című színművet, 29-én az elsötétítést mutatják be. A csarnokban 25-én a legenda alulról szerepel műsoron a Miskolci Nemzeti Színházban. a Men in Black Sötét Zsaruk 3 amerikai akciófilmet május 24-én mutatják be a hazai mozikban. J. ügynök és K. ügynök diadallal visszatér a múltba. Jé 15 éve védi bolygónkat az univerzum mocskától, és látott már néhány furcsa dolgot, de egy csápos, kocsonyás, nyolckarú lény sem tart olyan érthetetlennek, mint szükszavú kollégáját Kát. Amikor utóbbi eltűnik, sőt egy időhuroknak köszönhetően úgy tűnik, hogy talán sosem létezett hűtársa mégis jelentős kalandra vállalkozik, hogy megmentse. Visszatér a múltba, hogy az eredeténél leplezze le azt a Földön kívülről irányított konspirációt, amely megpróbálja újraéni az emberi történelmet. A filmet 16 éven felülieknek ajánlják. Április 22-i kávéházi beszélgetésben Bukovenszki Gáborral a 2011-es fekvenyomó világbajnokkal ismerkedhettek meg nézőink. Adásunk végén játékra hívtuk a sporták kedvelőit. Kérdésként elhangzott, hogy Írországban milyen súlyjal lett világbajnok Bukovenszki Gábor. A helyes válasz 215 kg. Sokan küldték be e-mail címünkre a megfejtést, akik közül most kisorsoljuk azt a szerencsés játékost, aki egy hónapos személyi edzésen vehet részt Bukovenszki Gáborral. A szerencsés nyertes Diószegi Tamás. város önkormányzata a következő munkaterv szerinti ülését május 23-án 8 órától tartja a polgármesteri hivatal nagy termében. A tanácskozáson a képviselők tájékoztatót hallgatnak meg az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól, valamint várhatóan döntenek az alap- és középfokú oktatási intézmények igazgatói pályázatáról. A képviselők várhatóan döntenek az első lakáshoz jutók támogatásáról is. A Magyar Vörös Szerencsi Területi Szervezete május 31-én a június 1-én Szerencsen a Kulcsár Anita Sportcsarnokban várja az önkénteseket véradásra a Szerencsi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény június 4-én és 5-én, hétfőn és kedden tartja a beiratkozást. A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola könyvtárában 8 és 17 óra között várják azokat a fiatalokat és szüleiket, akik a 2012-2013-as tanévben zeneművészeti, képzőművészeti, színjáték, illetve néptánc tancakon szeretnének tanulni. A Bodöbői zemplén megyei kormányhivatal hivatal központja helyi kirendeltségén nyilván tartott állásajánlatok alapján szerencsen gépészmérnök, hűtőgépszerelő, lakatos, pénzügyi biztosítási tanácsadó, projektmérnök, termelési vezető asszisztens munkakörben lehet elhelyezkedni. Tarcalon forgácsolót, Miskolcon pénzügyi tanácsadót, Tiszalúcon cukrászt, Bekecsen és Erdőbényén kőműveseket, diósgyőrben termékfejlesztő mérnököt, projektvezetőt alkalmaznának. már hetedik alkalommal rendezték meg a Szerencskupa megyei úszóversenyt május 5-én a Szerencsi Városi Tanuszodában. A Szerencsváros Sportegyesülete által rendezett versenyen az 1993 és 2005 között született sportolók mérték össze erejüket négy úszásnemben és váltószámokban. A megmérettetésen összesen 8 egyesület 134 sportolója vett részt. A legeredményesebb egyesületnek járó kupát az Ózdi Fidler Otto Sportegyesület kapta, a Szerencsvárosi Sportegyesület úszószakosztálya és az éremtáblázat alapján a harmadik helyen végzett. A legeredményesebb versenyzőnek járó kupát a mezőkövesdi Molnár Károly, az Ózdi Taracközi Gergő és a mezőkövesdi Szilvási Gréta vette át, akik mind a négy egyéni versenyszámban győzelmet arattak korcsoportjukban. A legeredményesebb szerencsi rányversenyző, kis Viktória lett, aki három arany, illetve egy ezüstérmet szerzett. A legeredményesebb helyi fiú versenyző Gál Olivier lett egy arany és egy ezüstéremmel. A szerencsi versenyzők közül rábai bence kettő ezüst, Kovács Kristóf kettő bronz, asszú Ábel egy ezüst, farmasi zsombor, egy ezüst és egy bronz, míg Tamás ádám három ezüstéremmel gazdagította, a szerencsi úszó érdemeit. A Szerencsvárosi Sportegyesület 4 x méteres fiú gyorsváltó A -csapata, Rábai Bence, Kovács Bálint, Majoros Áron, Kovács Kristóf Aranyérmes, a 450 x méteres fiú gyorsváltó B csapat Farmosi Zsombor, Lackó Balázs, Tamás Ádám, Sárosi Ferenc, Ezüstérmes, valamint a 4 x méter fiú vegyesváltó B csapat Majoros Áron, Kovács Bálint, Kovács Kristóf, Lackó Balázs, Bronzérmet szerzett a 7. szerencskupa megyei úszóversenyen. Az ont határában lévő leventelőtéren rendezte meg a Kinizsi Vadásztársaság majárisát és koronglövészetet május 12-én. A szerencsi társaságot húsz éve alapította 10 a vadászatot kedvelő ember, melynek tagsága a kettő évtized alatt 40 főre emelkedett. A rendezvényen a közösségből a koronglövészetre 14-en neveztek, amelyből Lesovics József az első, Pap Zoltán a második, míg Veres István a harmadik helyet szerezte meg. A megmérettetés közben a vadászok családtagjai ízletes ebédet készítettek a Levent előtéren, a Kinizsi Vadásztársaság rendezvényén. A Takta Harkányi Lövészklub színeiben versenyző szerencsi lövészek május 12-én Egerben országos versenysorozaton a Kodekó Kupa első fordulóján vettek részt. Bukovszki Péter serdülőkorúként a felnőttek között indulva megnyerte a légfegyver 20 lövéses számot, ugyanitt Gombos Levente a negyedik helyet szerezte meg. Bukovski Péter az igazi meglepetést a standard puska 30 fekvő számában érte el, ahol szintén a felnőttek között indulva több országos bajnokot is maga mögé utasítva a második helyezést szerezte meg egy kiváló 283 körös eredményének köszönhetően. Ebben a mezőnyben Bugykai Zoltán a negyedik, Bukovszki Róbert a hetedik helyezést érte el. A 30 fekvő kispuska számban Bugykai Zoltán első, Bukovszki Robert harmadik, míg Bukovszki Péter az ötödik lett Egerben a Kodekó kupa első fordulójában a Borzsodabau és Zemplén megyei keleti csoportban szereplő Szerencs Városi Sportegyesület labdarúgó csapata május 12-én Ricsa otthonában vendégszerepelt, ahol 3-3 arányú döntetlen született. A szerencsi találatok Rabóc Róbert, Lengyel László és Boncsér László nevéhez fűződik. Az ifjúsági csapatok találkozóján 2-2-es döntetlennel zárult. A megyei másodosztályú bajnokság május 12-én és 13-án megtartott 25. fordulójának eredményei. Ricse, Szerencs 3-3, Bodroghalom, Tarcal 3-5, Erdőbénye, Bodrogkisfalud 4-3, Tiszaladány, Kenézlő 2-6, Mezőzombor, Boldogkőváralja 2-3, Tokaj, Tiszakarád 1-1, Hollóháza, Karcsa 1-1, Pácin, Mikóháza, 3-0. A 25. forduló után a tabellát 62 ponttal Karcsa vezeti az 57 pontos Boldog Kőváralja és az 55 pontos Pácin előtt. Szerencs a döntetlennel a 8. helyen áll a 16 csapatot felvonultató mezőnyben. A labdarúgó megyei másodosztály keleti csoport 28. fordulójában a Szerencsvárosi Sportegyesület labdarúgó csapata június 2-án Erdőbénye gárdájával mérkőzik. A 17 órakor kezdődő találkozó helyszíne a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelep lesz. Az ifjúsági csapatok ugyanitt 15 órakor mérkőznek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Észak-Magyarországi Regionális Központ tájékoztatása szerint a vasárnapi száraz, napsütéses idő után a hét elején egy újabb frontrendszer éri el szerencsetés térségét, emiatt több lesz felettünk a felhő, záporok, zivatarok is várhatók, és átmenetileg pár fokkal mérséklődik a meleg. Csütörtökig felhők takarják majd el a napot, borult párás időre kell számítani. Reggelente 15-12 fokig csökken a hőmérséklet, délutára 26 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Szerencsenés térségében melegfronti hatásra kell számítani. Tisztelt nézőink! Maradjanak a képernyő előtt, mert a Szerencsi Tükör adása után a Szerencsi Televízió Kávéházi Beszélgetés című műsorában Balog László szerencsi származású dobossal ismerkedhetnek meg. Akik figyelemmel kísérik adásunkat egy érdekes beszélgetés keretében, vendégünk szól kalandos zenei pályafutásáról, betekinthetnek a turné kulisszái mögé. A Szerencsi Tükör heti közéleti magazinunkat háromszor ismételjük meg a műsort követően majd kedden 19 órától, valamint szerdán 10 órától. Új műsorral legközelebb május 27-én várjuk Önöket. Addig is telefonon fogadjuk hívásaikat a 898 024-es számon. E-mail címünk infókukat szerencsitv.hu Posta címünk Szerencsi Televízió 3901 Szerencs postafiók 44 Internetes honlapunk a szerencsitv.hu címen érhető el. Legyen kellemes a hetük, Viszontlátásra!